Képeket látsz? Képeket látsz? Azt lesz a feladat, hogy rajzolj ugyanannyit egyet, ahány állat van a képen. Nézzük meg az első képet. Milyen állatot látunk rajta? Mókusokat. Mókusokat. Mutasd a kezeden, hány mókust látsz? Három. Mutasd csak, hogy jó? Nagyon ügyes. Rajzolj a kép alá annyi pöttyöt, ahány állatot látsz. Nem mondták, hogy milyen színnel lehet. Színessel és grafittal is rábízom. Boldog lesz. A többi képet csináld meg önállóan. Nézd meg, hány állat van a képen, és rajzolj a kép alá annyi pöttyöt. Ács, abban rajzol fel a Na, tehát kellett mondani. Jó, ide kéne rajzolni a kötőket. Zolikám, következő képen hány állat van? Akkor rajzolják a kötőt talán. Ez hibátlan, nagyon jó. Nagyon ügyes! Itt vannak az első D osztályos diákok, most már nem tanulnak, a nap vége van, és azt szeretném megkérdezni tőlük, hogy milyennek látják az iskolát, hogy érzik magukat. Na, mondjad, mutatkozz be is, úgy mondjad. Babus Zolika vagyok, és azt tetszik a legjobban az iskolában, hogy olyanokat fedezhetünk fel, amit még nem is hallottunk meg, láttunk. Jó, köszönöm szépen. Ki még? Mutatkozz be, mondjad. Én Ádám vagyok, és azt tetszik, hogy mindig tanulunk. Tehát te még jót tanulsz, vagy érdekeseket tanulsz? Jó, lányok közül. Tessék, most legyen egy kislány is. Mutatkozz be. A feladatokat. Igen. A feladatok között nagyon jó, és minden meg lehet csinálni, és nagyon szép. Jól van. Többiek közül, ahol ki lesz még nagy másik kislány. Neved? Zsófi. Zsófi. Milyen Zsófi vagy? Fejöskör. Igen? Mondjad. Mondjad. Az a legjobb az iskolában, hogy sokat lehet tornázni. Te a tornát szereted az iskolában. Jól van, örülök neki. Teked? Neved? Mutatkozz be. Én Nagy Gábor vagyok, és azt tetszik a legjobban, hogy nagyon jó a udvar. Te neked az udvar tetszik. Tessék, mutatkozz. Bálfalvi és a matek. Neked a matek tetszik. Na, tessék, egy férfi, akinek már az első napokban a matematika tetszik. Tartsd meg a jó szokásodat. Tessék. Az én nevem Bognár Noé, és nekem azt tetszik, hogy olvasunk. Neked az olvasás tetszik. Hát ilyen ez az iskola. Kinek a matematika, kinek az olvasás, kinek a torna, udvar, és a játék, és a csintalankodás. Hát akkor további jó munkát kívánok nektek.